A rendezvényt népszerűsítő kabala állatok, produkciók a színpadon, ügyes és kevésbé ügyes próbálkozók a különböző sportágak állomásain. Sportágakban pedig nem volt hiány, a vizes sportoktól a labdajátékokon át az extrém sportokig széles választék várta azokat, akik május 1-én mozgással szerettek volna eltölteni néhány órát. A Continental Arena, a sportuszoda és a két létesítmény parkolója már a kezdésre benépesült. Családok jönnek, látjuk, hogy gyerekektől idősekig mindenki itt van, különböző sportágak, azok is, akik valamilyen gyerekek, valamilyen sportágat üznek, azok is, akik semmilyet, vannak városrészi, ugye a VB az a városrészi bajnokság, és hát bent az uszodában és a sportcsarnokban is nagyon sokan vannak. Ez egy nagyon jó program, nagy szükség van rá. És ugye itt a sport mellett még két dolog megjelenik, tudatosan már az elmúlt évben is megjelent. Az egyik a különböző egészségügyi mérések, különösen az időseknek nagyon fontos. Másrészt a táplálkozási tanácsadás, mert a mozgás mellé ez is kell. És hát ugye az a legfontosabb, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, tehát ez már egy piramisnak a teteje, mert hogy nagyon sok sportolási lehetőség van. Nagyon komoly, tudatos infrastruktúra fejlesztés zajlott. A nyíregyházi kosársuli kosárlabdázói a sportág népszerűsítése mellett abban is bíztak, hogy lesznek olyanok a gyerekek között, akik kedvet kapnak ahhoz, hogy az edzésekre is eljárjanak. Az igazság, hogy Peppel a több fiú keresetek bennünket, mint lány, de várjuk, végül is messze van még a nap vége, várjuk, hogy a lányok is megkeressenek. Hát igazából ez arról szól szerintem, hogy minden sportágat kipróbálnak a gyerekek, megnézik azt, hogy egyáltalán kosárlabda is mennyire áll közel a szívükhöz. Mi természetesen azért vagyunk itt, hogy megpróbáljuk nekik megmutatni ennek a sportágnak a szépségét. Reméljük, hogy találunk az olyan gyerekeket, akik idővel majd csatlakoznak hozzánk, és ezt a szép sportágat fogják választani. A juniorokkal most jöttünk haza a régiós bajnokok döntőjéről. Ők ott szerepeltek. Az NB1-el ma utazunk éppen Budapestre majd, hogy megnézzük, hogy Zsíros Akadémia ellen mit tudunk teljesíteni. A tegnapi nap derült ki, hogy az U12-es csapatunk a szakmai tornára utazik, serdülő csapatunk az folyamatosan játszik, ők a 17. helyen játszanak. De én úgy gondolom, minden csapatunk sinán van, úgy érzem, hogy ebben az évben jó munkát végeztünk, reméljük, hogy a következő mérkőzésekben még sok öröme fog telni a gyerekeknek, szülőknek, nézőknek és mindenki másnak. Szikszai Róbert az atlétikát népszerűsítette. A diszkoszvető túl egy műtéten igyekszik olyan formába kerülni a versenyszezon kezdetére, hogy a már biztos Európa-bajnoki részvétel mellett kiharcolja az olimpiai részvétel jogát is. 2,5 hónappal ezelőtt volt egy azoszkópos térműtétem, ebből próbálunk most ugye visszajönni, már az edzéseken tudok dobni vele. Ugye terhelés is ugyanazt csináljuk szinte, mint amit a sérülés előtt. Úgyhogy egy 3 héten belül elvileg, ha minden jól megy, akkor én elkezdek versenyezni. Május 20-ától indul be, ott azért elég sok verseny lesz, ott a menedzseremmel együtt próbálunk az, hogy lehető legtöbb versenyre eljussak, ami jó rangú verseny, de ugye ez attól is függ, hogy a térdem hogy fogja engedni. Végül több, mint 3000-en vettek részt a rendezvényen. A városrészek közötti versengésben a belvárosi betyárok bizonyultak a legjobbnak, a sportágok közötti verseny pedig a kézilabdázók sikerével zárult.